Öt autó ütközött össze néhány perc alatt szerda reggel az M6-os autópályán. Az első balesetben három kocsi csapódott egymásnak, szinte ugyanakkor néhány méterre pedig újabb kettő. Az esetek során többen is könnyebben megsérültek. A köd okozhatta a szokatlan jelenséget, szerdán ugyanis szinte egész délelőtt mindössze néhány méterre lehetett látni Tolna megye legnagyobb részén. Hiába a sűrű köd, sokan egyáltalán nem világítják ki az autóikat, még lakott területen kívül sem, vagy csak menetfényt használnak. Pedig ez balesetveszélyes, sőt a Kressz is tiltja az olyan napokon, mint amilyen a szerda is volt. Nappali menetfényeket ugyan használhatjuk, de ezeknek a használata kizárólag abban az időben engedélyezett, amikor a látási viszonyok megfelelőek. Hogyha nem jó a látási viszony, és lakott területen kívül közlekedünk, akkor kötelező a tompított fényszórónak a használata. A rendőrség szóvivője szerint annak, akinek kötfényszórója is van, azt is érdemes használni a lakott területen kívül. Azok pedig, akik egyáltalán nem kapcsolják fel a tompított fényszórót, a szerdaihoz hasonlóan sűrű köd esetén súlyos szabálysértés követnek el. Azok a járművezetők, akik nem tartják be a Kressz szabályait, tehát nem használják a nem megfelelő látási körülmények között a tompított fényszórót, ők elkövetnek szabálysértést, tehát velük szemben kollégáim eljárhatnak. Ha pedig halált vagy maradandó egészségkárosodást okozó balesetet okoz egy gondatlan, nem megfelelően kivilágított autó sofőrje, akkor akár börtönbüntetést is kaphat.